Elon Muskot senkinek nem kell bemutatni talán, de azért néhány dolgot elmondok róla. Ugye a PayPal-nak az alapítója, a Tesla-nak az alapítója, a SpaceX projekt kitalálója, de van neki egy egészen más és talán az emberiségre még nagyobb hatást gyakorló vállalkozása, ez a Neuralink projekt, ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy agyi számítógép interfészt alkot meg, összeköti számítógéppel az agyakat, és hát ebből azt reméli, hogy nagyon súlyos agy problémáknak az orvoslása megoldható lesz, illetőleg, hogy az ember az hát ezzel a megoldással transhumanizmus elérését célozza. Na most ez a projekt már 2 éve húzódik, mert ugye 2019-re ígérte azt, hogy megkezdődnek az ember kísérletek. Ha minden igaz, ebben az évben ez most már elkezdődik. De hát hova vezet mindez? Tényleg le fogunk tudni tölteni tudást az agyunkra, ahogy az a Matrix című filmben van? Milyen jövő elé nézünk? A technológiai fejlődés vajon csak ugyan a hasznunkra válik, vagy valami szörnyűséges disztópia felé fogunk ezáltal haladni? Hát a mai adásunkban efféle kérdésekre keressük a választ Nemes László bioetikus filozófussal, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének oktatójával, aki évek óta filozófiai kávéház néven csoportos beszélgetéseket szervez, ami már csak azért is nagyon fontos az esetünkben, mert remélhetőleg ezeket a nehéz témákat oly módon tudja nekünk pertraktálni, hogy azt mindenki megértse. Úgyhogy köszöntünk itt a Mindenségit Podcast legújabb adásában. Sziasztok. Üdvözöllek én is titeket és mindenki mást. Talán azzal kellene kezdenünk, hogy a hallgatóinknak eláruljuk, hogy mi az, hogy bioetikus filozófus valaki. Jó, mielőtt megpróbálnám meghatározni, azt mondanám, hogy Elon Musk sok érdekes, hasznos vagy megosztó, izgalmas dolgot csinált az elmúlt években, sok mindennel bekerült a köztudatba, médiába. Hát ez is egy ilyen, ez a legutóbbi, és hogy a bioetikának is így nagyon sok jót tett, hiszen sokan elkezdtek gondolkodni ilyenfajta kérdéseken, még akkor is, ha esetleg nem kapcsolják össze ezt a bioetikával, nem tudják, hogy van egy olyan terület, amelyik részben legalábbis ilyenfajta kérdéseket vet fel. Tehát én megragadnám gyorsan az alkalmat, hogy kihasználjam ezt a beszélgetést is és a felvezetést arra, hogy akkor ezt valahogy tisztázzam, hogy ez a bioetika, vagy részben ez is a bioetika. Úgyhogy azért mást is tanítunk, és más aspektusai is vannak. A bioetika szerintem több irányból jön. Elsősorban kettőt és még egy harmadikat is említenék. Az egyik az, hogy ez egyfajta orvosi etika. Tehát az orvosi etikának van egy hosszú hagyománya, ami visszamegy egészen, hát legalábbis Hippokratész idejéig. A nevezetes orvosi esküt nyilván mindenki valamennyire ismeri, vagy ennek a hagyományát, erre mind a mai napig nagyon sokan hivatkoznak. Azóta nagyon sok minden megváltozott az orvoslás területén, az egyszerű orvos-beteg viszonyban, egészen másként találkozunk etikai kérdésekkel, hogyan tájékoztassunk betegeket, hogyan kérjük ki a beleegyezésüket egy-egy kezelésbe, hogyan lehet megfelelő módon jogilag tisztázni a kereteit a gyógyításnak. Ezen kívül, vagy emellett van egy másik aspektusa, egy másik hagyománya is a bioetikának, ez most sokkal fontosabb és aktuálisabb lesz a számunkra. Ez pedig az, hogy közben pedig van egyfajta tudományetika és technológiaetika, ami elsősorban ugye itt biológia tudományokkal és élettudományokkal és biotechnológiával függ össze, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok látványos orvosi és biológiai áttörésről beszélünk, amelyek etikai és társadalmi dilemmákat is felvetnek. A harmadik szempont, amit még említenék, hogy közben itt vannak a környezeti szempontok, környezeti etikai szempontok. Elsősorban az 1960-as évektől kezdve kezdi az emberek figyelmét megragadni az, hogy itt valamiképpen foglalkozni kellene a környezet állapotával, nem kimeríthetetlen óriási nagy tárháza a javaknak, tehát hogy valamiképpen a fenntarthatóságra, a harmonikusabb együttélésre és hosszú távú szempontokra is érdemes odafigyelni, jelesül pedig kifejezetten etikai szempontokra. Tehát ez a három
három alap talán az, ami ma kiteszi a bioetikát. Mondjuk az orvosi egyetemek világában inkább a klinikai szempontok kapnak nagyobb hangsúlyt, a közösségi médiában pedig szerintem inkább a technológiai újítások. Ezek az inkább mondjuk egzotikus dolgok. Mondanék még egyet, amit szerintem mindenki hallott, és az elmúlt hetekben sok vitát váltott ki, egy bizonyos Svájcban 3D nyomtatással előállított öngyilkos kapszula, amiben a beteg emberek esetleg saját halálukat előidézhetik. Erről hallottatok talán esetleg szintén. Én nem hallottam. Vagy volt, hallom, egy, volt még egy, amit említenék talán példaként, hogy gén szerkesztett sertésszívet ültettek be egy gyerekébe. Tehát, hogy ilyenfajta kérdések szerintem folyamatosan napirenden vannak, eddig is voltak, most is vannak. Nyilván most a COVID-járvánnyal kapcsolatos kérdések egy kicsit elhomályosították az ilyen jellegű kérdéseket, de ezért folyamatosan vannak és lesznek, és talán még több, mint eddig volt. Hát ilyen szerintem az Elon Musknak a vállalkozása. Az elmúlt napokban leginkább úgy került be a híradásba, hogy tiltakoztak ez ellen, ugye kutatók, hogy nagyon sok állat tulajdonképpen értelmetlen és nagyon nagy szenvedést élt át a kísérletek közben, és hogy hát ha emberi kísérletezésre is sor kerül, akkor számíthatunk esetleg azzal, hogy lesznek nem kívánatos hatások. Nyilvánvalóan erről szól a kísérletezés, tehát ez eleve benne van. Tehát állatokkal mit kezdünk? Önmagában egy ilyen vállalkozás, egy ilyen kutatásnak az etikai szabályozása szerintem felvett kérdéseket, hiszen itt egy üzleti vállalkozás van, szóval Neuralink, ugye igen. Nem mondtátok. Igen. És ebben a fontos témakörben a te feladatod, illetve akik a bioetikai filozófusként dolgoznak, ajánlásokat tesznek, hogy szerintük mi a helyén való egy-egy ilyen kérdés megválaszolásánál? Hát a mi feladatunk az, hogy aggódjunk, szerintem. Most ezt tehát akkor ti is kérdéseket persze, tesztek föl, hogy ez így jó lesz-e. Az aggódást. De nem csak ez. Tehát, hogy én sokat gondolkodtam ezzel, hogy mi a helyén való feladat a bioetikusnak ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy valahogy ezt behozza a köztudatba, ugye egy nyilvános beszélgetés formájában, hogy erről beszéljünk, tudjunk róla, tehát ne az legyen, hogy a tudósoknak és a fejlesztőknek egy szűk köre fog erről döntést hozni, hanem hogy minél többen reflektáljunk erre. Tehát szerintem a nyilvános beszélgetés facilitálása az egyik cél. Felvetődhet az a kérdés, hogy itt nem kellene nekünk eleve szakmánkból adódóan negatívan hozzáállni ehhez, tehát így értettem az aggódást persze, mert hogyha azt mondjuk, hogy ez milyen jó dolog és csináljuk, akkor azt mondják mások, hogy mi marketingesek vagyunk, tehát hogy a bioetikus ezzel szemben, meg attól bioetikus, hogy felhívja a figyelmet a problémákra, elővigyázatosságra int és a többi, tehát szerintem van a szerepében, a természetes módon meghatározható szerepében egy ilyen elem. Én azonban még azt gondolnám, hogy talán nem is ez az igazi feladatunk, hogy itt egyértelműen döntést hozzunk, tehát oda megy a bioetikushoz valaki, egy kutató, vagy egy egyetemnek, vagy kutatóközpontnak a vezetője, vagy a politikai hatóság, és akkor megkérdezik, hogy most akkor ezt engedélyezzük, vagy ne. Ennek megvannak a fórumai, amiben természetesen bioetikával foglalkozó, vagy bioetikus emberek is lehetnek, vagy vannak. De én mégis inkább azt mondanám, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy figyeljünk ezekre a folyamatokra. Nem biztos, hogy meg tudjuk állítani ezt. Tehát azt mondanám, hogy jön a bioetikus, aki ellenáll ezeknek, lehet egyébként, szerintem vannak ilyenek, tehát a klónozásról sokat hallottunk, a génmódosítások különböző formáiról és egyebektől, amik minthogyha lelassultak volna az embriók való kísérletezés is egy ilyen hagyományos példa lehet. De azért összességében ez folyamatosan zajlik a kutatás és ezeknek a alkalmazása biomedikális vagy más keretek között. És hol szabjátok meg a határt? Mert én amilyen nyilatkozatokat hallottam az Elontól, mondjuk a Neuralink-kel kapcsolatban, tehát specifikusan azzal kapcsolatban, nyilván említette meg, azt hiszem, hogy ezzel is kezdi általában, hogy ugye súlyos tényleg idegrendszerből eredő mondjuk látászavart, vagy akár nagyon, tehát hogy csomó jó terápiás felhasználása is lehet, de azért
amint ezt elmondja, utána rögtön rátér arra, hogy tulajdonképpen igazából arra is alkalmas lehet ez az egész, hogy majdnem, hogy szuperképességekkel ruházza fel a birtokláját, szóval, hogy amikor mérlegeltek a jövővel kapcsolatban, akkor meddig szabad elmenni a képzeletnek? Igen, igen, tehát hogy van egy ilyen fajta különbség, a bioetikán megjelenik, szerintem már azt mondanám, a 90-es évektől egy népszerű téma lesz a terápia és a teljesítményfokozás között tett különbség, az enhancement az angolban, ugye ezt mondjuk teljesítményfokozásnak fordíthatjuk, ez lehet fizikai teljesítményfokozás, lehet mentális, lehet kifejezetten kognitív, amiről sok vita volt, vagy éppen erkölcsi teljesítményfokozás, tehát, hogy hagyományosan az orvoslásnak az volt a célja, hogy vannak beteg emberek, őket gyógyítsuk meg, az élettartamukat lehetőség szerint hosszabbítsuk meg, életminőségüket javítsuk. Tehát, hogy ez volt. Beteg ember. Nem mindig egyértelmű, hogy hol húzódik meg a határa a betegségnek és az egészségnek, de nagyjából azt gondolom, hogy ezt el tudjuk fogadni, hogy vannak esetleg beteg emberek, fogyatékossággal élő emberek, valahogy alulfunkcionáló, biológiai okokkal összefüggésben alulfunkcionáló emberek, és rajtuk lehetne segíteni. Igaz? Tehát, hogy ez van. Egyre inkább az orvoslás sok területe célt vált, vagy olyan lehetőségek jönnek elő, ahol mondjuk úgy egészséges embereket lehet még jobban funkcionálóvá tenni. Szebbekké, okosabbá, stb. Ezek még hagyományos módszerek, tehát nem feltétlenül genetikai beavatkozásokat, vagy ilyesmiket jelentenek. Fogászat területén vannak ilyenek, egy csomó területen van ilyen, amikor az van, hogy hogyan lehetnék még jobbak, mint az átlag, vagy a norma, ahogy ezt esetleg fel tudjuk fogni. Ezt jelenteni ez a bizonyos fajta teljesítményfokozás kérdése. Tehát a kérdés ugye akkor az lenne, hogy hol húznák meg egy ilyen határt. Érdemes figyelni ugye az Elon Musknak a retorikájára is, hogy mindig van egy ilyen fedőtörténet, hogy itt mindig betegségek jelennek meg. Ezzel lehet eladni, elfogadhatóvá tenni a társadalom számára, hogy mi tulajdonképpen beteg embereket akarunk, és nem mondjuk számítógépes játékokat játszó makákokat előállítani, puszta szórakozásból vagy tudományos érdekesség miatt. Jó? Tehát, hogy van ez, hogy beteg emberek, ugye bénult emberek, vagy valakik, akik nem tudnak kommunikálni más emberekkel, számukra ez lehetőséget ad. Ez egy nagyon derék és nagyon pozitív dolog. Ausztráliában állítólag már a Neuralinktől teljesen függetlenül stroke beteg embereket rá tudtak venni arra, akik beszédképtelenek voltak, hogy beütettek egy ilyen interfészt, és kommunikálni tudott már a számítógépen keresztül. Ennek az alapja egyrészt technológiai, vagyis hát inkább fordítva mondanám, hogy az agynak a működését kell jól megértenünk, vagy az idegrendszer működését általában. Ez nyilván kísérletek kellenek ehhez, állatkísérletek, majd aztán embereken végrehajtott kísérletek, illetve a technológiai fejlesztés, ami ezt kivitelezni tudja. Én még mondanék egy fontos szempontot, hogy szerintem, amit az Elon Musk csinál, és minden más ilyen áttörés, vagy ennek lehetősége kísérlete, ez mondjuk úgy három különböző értelemben hathat ki az etikai nézeteinkre, vagy kerül kapcsolatba vele. Etika és mondjuk kutatás és technológia. Az egyik az, amiről már eddig beszéltünk, hogy az Elon Musk kutatásokat végez, illetve végeztet egyetemmel, ez önmagában is egy érdekes kérdés, hogy egy üzletember hogyan kap engedélyezéseket, egy vállalat hogyan kap engedélyezést ilyenekre, és a többi, hogy mennyire fog esetleg elüzletiesedni a kutatás, az egyetemeknek a világa, amelyeket megbíznak ilyen kutatásokkal, vagy más jellegű kutatóközpontokat hoznak létre ilyen módon. Ott vannak az állatoknak a morális státuszát illető kérdések, ugye, amiről megint csak beszéltünk, hogy mennyi szenvedést igazolhat egy ilyen orvosi lehetőség, mint amiről beszéltünk, vagy általában egy technológiai áttörés, hogyan lehet majd embereket ebbe bevonni, engedélyeztetni kell, stb. Stb. Tehát ezek a klasszikus, mondjuk úgy etikai kérdések, hogy a mai felfogásunk alapján, hogy nekünk fontos az emberi szabadság, nekünk nagyon fontos az emberi méltóság, és nagyon fontos például a társadalmi igazságosság. Tehát ez a három pillér, amit itt mindenképpen megemlíthetünk. Amit, ahogy ezt elképzeljük, hogyan tudjuk átvinni a tudomány világába. Nem mindig könnyű, mert a tudománynak kicsit más logikája van. Gyorsan halad, nem mindig ugye ezeket a szempontokat fogja figyelembe venni, költséges és sok költséggel is jár, elzárt világot jelent, tehát érdemes ezt átláthatóbbá tenni. De, és itt jön az én gondolatom, hogy van még két másik ide kapcsolódó szempont is. Az egyik, hogyha ezek a technológiai lehetőségek megjelennek és elterjednek, ezek megváltoztatják az életünket. Ez olyan, mint az internet, vagy mondjuk, mint a Facebook, meg egy csomó minden más is, a fogamzásgátló tabletták, az életet meghosszabbító különböző orvosi eljárások, egyebek. Ezek megváltoztatták a szemléletünket,
életünket, az értékrendünket, a saját magunkról, a közösségről kialakított képet. Tehát automatikusan, nem kell rá gondolni, hanem használom az internetet, megváltozik a felfogásom a saját identitásomról, a közösséghez való viszonyomról egy ilyen hálózatos rendszerben. És akkor van egy harmadik is, amikor kifejezetten reflektálhatunk alapvető fogalmakra. Tehát én azt mondanám, hogy ma fontos számunkra az említett három dolog, mondjuk a szabadság, kiválasztom ezek közül a szabadság. Mit jelent számunkra most a szabadság? Milyen, mennyire fontos a szabadság? Mi az értéke a szabadságnak? Petőfi Sándor számára ugyanaz volt? Odysseus számára ugyanaz volt? A keresztény középkori szerzetes számára ugyanaz volt a szabadság? Jézus Krisztus számára adott esetben ugyanaz volt a szabadság? 68-ban ugyanaz volt a szabadságnak a fogalma, mint ahogy 2022-ben az embereknek. És lehetséges, én ezt el tudom képzelni, hogyha nagyon sok ilyen kutatás lesz, és megváltozik az elképzelésünk az agy működéséről, akkor egy ponton túl azt fogja mondani valaki, egy fiatal ember, 10-20-30-50 év múlva, hogy hát ilyen fogalom, hogy szabadság ilyen nincs is. Tehát, hogy látjuk ezekből a kutatásokból, hogy determinálva vagyunk, genetikailag determinálva vagyunk, az agyunk révén determinálva vagyunk, miért kellnek ezek a régi, antik, homályos fogalmak, mint szabadság, méltóság, társadalmi egyenlőség. Mi van, ha ezek nem kellenek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés aláshatja ezeket az alapvető etikai fogalmainkat. Hát most szerintem most ezt pontosan látjuk, hiszen egy olyan világban élünk, ahol a Facebook most már metaverzumot épít. Nekem van egy ismerősöm, 20 évvel ezelőtt, amikor az internet kezdett felfutni, akkor azt mondta, hogy alig várja már, hogy egy Jack Dougal-val ide bedugja a fejébe, és ő szeretne egy ilyen virtuális világban élni, sokkal egyszerűbb lesz átélni ugyanazokat az élményeket, nem kerül majd annyiba, hogy elmenjen a Maldív-szigetekre, hanem egyszerűen úgy fogják a emlékeket, vagy ezeket az élményeket az agyba implantálni, mint hogy az teljesen átélte volna. Igen. Tehát, hogyha most a Neuralinkhez, meg az ilyesmikhez visszakanyarodunk, hogy ezért amennyire én tudom, vagy amennyit én tudok róla, akkor az arról szól, hogy a koponyacsontba beültetnek egy implantátumot, amiből valamilyen számomra egészen értetetlen technológia segítség, ami nano, nem tudom micsoda, drótok futnak bele az agyba, de hogy amennyire én tudom, az agy az az egyik olyan szerv, meg annak a mechanizmusa az emberi testben, amiről noha egy csomót megtudtunk az utóbbi időben, de még összességében mindig baromi keveset tudunk. Szóval, hogy ha ilyen súlyú, meg ilyen mértékű, invazív, kísérleti termékekkel kezdünk el manipulálni, hogy mennyire van ennek itt az ideje most? Már. Én szerintem szeretünk előre haladni, tehát rögtön jön ez a futurisztikus, vagy ilyen science fiction jellegű gondolkodás, és ugyanez van a genetikával, vagy volt már a 80-es, 90-es években, hogy akkor ez óriási nagy népszerűségnek örvendett. Filmekben, könyvekben ilyenekkel találkoztunk. Talán még korábban is már voltak ezek, hogy majd a genetika mindent megold, és akkor gyerekeket fogunk tervezni, Gattaca című film, tehát 90-es évek közepéről, hogy ilyeneket felvet, ha most megnézzük, akkor már azt gondoljuk, hogy igazából ezeket nem tudományos alapra akarták helyezni, tehát nem volt egy ilyen igény szerintem, hogy ez a tudományban van, lehet, hogy aztán volt, hogy majd ez lesz, hanem inkább az, hogy a fantáziánkat. Tehát, hogy ma amikor középkori ember, amikor gondolkodott, akkor is volt egy óriási tere a gondolatkísérleteknek. Mi volt ez a gondolatkísérlet? Az Isten. Tehát, hogy a végtelenről, az örök életről, egyebekről lehetett gondolkodni, a teremtés mechanizmusairól, a végtelen jóságról. Ezek ugyanígy inspirálták egyébként a gondolkodást, de nem mindig így gondolunk ezekre a fogalmakra. A mai ember pedig szerintem a tudomány kapcsán kezd el így beszélni, hogy képzeld el, hogy mi lesz majd akkor. Ugye ezt látjuk a közösségi médiában is egy-egy ilyen esetnél, nem arról fogunk elsősorban vitatkozni, hogy most akkor az idegtudomány már ott tart-e, hogy ezeket tudja szabályozni, vagy nem. Vannak persze áttörések, tehát ezeket a technikákat már alkalmazták évekkel korábban, ugye ott is azért nagyon óvatosan, mert nagyon sok mellékhatás volt. Viszont ott vannak azért mégiscsak ezek a felvételek a majmokról, igaz, amiket látunk most, vagy az említett ausztrál eset, hogy azért ezeket most már lehet használni, tehát bármennyire is szkeptikusak legyünk esetleg, vagy még óriási hiányosságok vannak nyilván a fejlődés biológiában és az agykutatás, vagy az agyműködése, vagy az idegtudomány terén,
Azért látjuk ezeket az eredményeket, amik zavarba ejtők lehetnek. Tehát, hogy ha ezek most működnek, akkor azért azt gondolhatjuk, hogy majd a jövőben még jobban működnek, de azért szerintem nem is ennél általában komplikáltabb a helyzet. Tehát vannak kezdetben nagy áttörések, látványos eredmények, aztán jönnek az apró betűs részek, hogy hát mégsem volt ez olyan könnyű. Tehát akkor egyelőre nem kell attól tartanunk, ami a Matrixban is van, hogy majd, hogy én meg szeretnék tanulni japánul, akkor le fogom tölteni a számítógépen keresztül a japán nyelvtudást az agyamra. És ezt azt mondják, hogy egyébként egy belátható pár évtizeden belül elérhető válhat. Hát akkor van egy jó hírem, mert még nem kell tartanunk, hogy japánul így meg fogsz tanulni. De hogy nyilván így gondol az ember erre, hogy akkor majd beteszünk ilyen-olyan csippeket. De egyébként szerintem ez is egy jó játék, akár akkor nevezzük így, intellektuális játék, vagy egy ilyen gondolatkísérlet, hogy akkor gondolkodjunk el az, hogy mi lenne, hogyha ilyesmi hát gondolkodjunk el. Válna. Például a Harari azt írja, hogy ő attól tart, hogy amikor eljutott az emberiség erre a szintre, tehát a transhumanizálódás megtörténik, akkor a faj ketté fog válni. Lesznek olyanok, akik hozzáférnek ezekhez a kiváltságos dolgokhoz, ami egyébként tök drága technológia lesz, és ott maradnak azok, akik pedig nem lesznek annyira intelligensek, nem lesznek annyira szépek, és a többi, és hogy itt ketté fog válni az emberi faj. Igen, ez szerintem minden technológiai újdonságnál így van. Az internettől is ezt mondtuk, hogy majd ez behozza, vagy csökkenti a különbségeket, a különböző társadalmi osztályok, aztán mondjuk országok, vagy kultúrák, vagy a kontinensek között. Aztán valahogy mindig, mintha az derül neki, hogy inkább növeli ezeket, vagy csak valahogy egy bizonyos területen lokálisan esetleg csökkenti ezeket, tehát tényleg hozzá lehet férni interneten itt Magyarországon, azért most be tudunk kapcsolódni sokkal jobban a tudományos világba, afrikai kollégáink be tudnak kapcsolódni, ázsiaiak, bárki. Közben meg azért a különbségek itt is megvannak. Szerintem, hogy kifér hozzá információhoz, vagy kifér hozzá bizonyos anyagi javakhoz, vagy akár ilyen orvosi áttörésekhez. Szerintem nagyon erősen polarizálódik tovább a globális társadalom, és én azt látom, hogy inkább a két véglet felé. Szóval akiknek nincsen a birtokában komolyabb technológiai, vagy ilyesmi lehetőség, anyagi lehetőség, hogy ezekkel az egyébként most már ugye egyre hétköznapibbá vált, de mondjuk 20 vagy 25 vagy 30 évvel ezelőtt még majdnem, hogy tudományos fantasztikumnak tűnő technológiákkal éljünk. Mert mi azért nem, tehát mi egy jóléti társadalomban élünk, de a világ nagy része nem ilyen, vagy egy szignifikáns része nem így él. Tehát nekik az, hogy vannak elektromos autók, meg ilyen okostelefon, az őket nem érint olyan, szerintem olyan hétköznapi szinten, mint minket. És tehát nekünk biztos nagyobb esélyünk van, meg a jóléti társadalomban élő embereknek nagyobb esélye van ezekhez a technológiákhoz hozzájutni, viszont akiknek nincs, szerintem ez a két nagy csoport viszont egyre élesebben elválasztódhat. Hogyha azok, akik tudnak élni ezekkel a technológiákkal, az életük minden területére kiterjedő sávszélességet meg tudják többszörözni, és a gondolat sebességével tudnak kommunikálni, illetve információhoz hozzáférni, az szerintem egy olyan személy esetében, aki ezt nem tudja megtenni, az akkora különbség, mint hogyha két teljesen különböző fajt néznénk, szerintem. Mostanában eljutottunk odáig, hogy olyan szexrobotokat gyártanak már annyira élethű, hogy olyan, mint egy húsvérnő, és azt mondják, hogy nagyon sok szexuális problémával küzdő ember számára ez megoldást fog okozni. Tehát az életminőségén nagyon sokat fog javítani az, hogy ő egy szexbobával szexelhet. Lehet egy okokat sorolni, szerintem fölösleges, hogy mi vezethet idáig, de például aki nehezen tud kapcsolatot kialakítani, fiziológiai problémája van, mikropénisze van, és a többi. És miért rám mutogat ezek közben, nem értem. És használnak ezeket ilyen babákat. Oké, de azt mondják, hogy sokkal egyszerűbb lesz szexhez hozzájutni egy babával, mint hogy udvarolni kelljen valakinek hosszú időn keresztül, és emiatt félő az, hogy emiatt kevesebb párkapcsolat alakul ki, kevesebb gyermek fog születni, és a többi. Hogy nagyon sokat hallottunk mesterséges intelligenciák megjelenéséről, mesterséges intelligencián alapuló rendszerek megjelenéséről, robotokról, ilyesmikről, és akkor a leggyakrabban említett példa az önvezető autó, hogy akkor majd mi lesz. Önvezető autó érdekes jövőkép, szerintem majd lesz is ilyen, vagy már is vannak.
de nem olyan érdekes, mint a szexrobotok. Szexrobotokra lehet, hogy szemérmeskedésből kevesebbet beszélünk, vagy kevesebb tapasztalatunk van, vagy még nem gondoltunk bele igazából, sokkal mélyebben fogja átalakítani az életünket, mégpedig megint csak különböző szinteken és szempontból, amiket én korábban említettem, erre utaltál szerintem te is. Hogy egyrészt lesz egy közvetlen etikai vonatkozása, hogy ezt kikapják meg, legyen-e ilyen, fizessünk érte, konkrét kérdés, ha jól mondom, Dél-Koreában volt erről ügy, hogy a prostitúciót betiltották, és felmerült a kérdés, hogy akkor robotokkal ezt lehet-e hasonlóképpen csinálni. Bizonyos rossz hajlamokat, erőszakos hajlamokat le lehet rajtuk vezetni, de éppen akkor mondjuk megerőszakolni egy ilyen robotot, tegyük fel, akkor az most ugyanúgy bűnnek számít-e, vagy erősíti esetleg ezeket a rossz hajlamokat. Tehát sok ilyen lesz, ami szerintem felvetül, illetve hát az, hogy majd hogyan jelenik ez meg egyébként az egészségügyben, mondjuk bizonyos embereknél, akik másként nem juthatnának szexuális szolgáltatáshoz, de ami igazából szerintem mélyrehatóbb változást fog behozni még azoknak is, akiknek egészséges szexuális életük van, vagy ez megmarad ez a hagyományos formája, hogy véleményem szerint megváltozik a szexhez kapcsolódó fogalmiságunk. Tehát, hogy mit jelent ez, hogy a szex az mit, tehát egyáltalán, hogy mit jelent a szex. Közel kell lenni, távol kell lenni, lehet csinálni bárkivel különböző formákban. Most a virtuális szexre gondolok, hogy ezeket össze lehet kapcsolni hasonlóképpen, hogy egy idegennel is szexeltek, vagy a távol lévő partneremmel, hogyha egy másik országban vagyok egy kiküldetés miatt, vagy bármi másokból. Igaz? Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy mi úgy szexelünk, vagy különböző szerepeket fogok ebben betölteni. Mit jelent az, amitől sokan félnek, hogy ez tárgyasítani fogja az emberi testet? Neked van egy párod, szerelmes vagy, de veszel egy ilyen babát, és néha vele is szexelsz. Az megcsalásnak minősül? Szerintem ez kicsit olyan, mint hogyha ha összehasonlítanál egy hordóban érlelt bort, és mondjuk egy, uram bocsá, üvegbargát, vagy nem tudom. Hát szerintem nagyon-nagyon milliószám használnak emberek ilyet, vagy folyamodnak. És tehát érted, akkor nem te. Hát ha előtte visszaforgatnánk az idő kerekét 30 évvel, akkor te arról beszélni, hogy a bunkofon, és hogy biztos, hogy neked nem lesz mobiltelefonod, és hogy ez nem fog elterjedni az egészséges szellemiségi emberek között. Igen, így van. Aztán nem így alakult, nagyon gyorsan felpörögtek az események, és már inkább tartjuk természetesnek, és azt tartjuk furcsának, akinek nincs e-mail címe, meg Facebook. Hát oké, de azért ez egy olyan változás, ez a szexrobot, amiről most beszélünk, ami az emberségnek, tudod, hogyha ehhez hozzáférés van mindenkinek, és ez általánossá válik, attól elvesz. Az emberségből elvesz. Ez a fizikai érintkezés az emberi lényeknek egy olyan alapvető létszükséglete, amit tudsz ugyan tünetileg kezelni virtuális módon, de ez teljes mértékben az emberi léttel nem összeegyeztető. Figyelj, én szerintem. Olvastam az Instán egy hirdetést, egy szopóautomatáról szólt. És a férfi egy olyan jellemzést írt erről, hogy azt mondta, hogy ő neki mostantól kezdve soha többet nőre nincsen szüksége, mert olyan szexuális élményt élt át ezáltal a szerkentyű által, hogy neki nincsen szüksége nőre. Ez egy szopó kis gép. Ehhez képest, de lesz egy bombázó nő, amire vágysz, és az tényleg ott lesz rajtad, hát akkor gondolj bele, hogy ha valaki már ezért odáig van, akkor milyen élményt fog neki nyújtani ennek az embernek egy szexrobot. Igen, általában szereptépen úgy gondolunk, hogy ez megint csak a férfiak igényeit fogja esetleg kielégíteni, pedig egyáltalán nem biztos. Ugye az eddigi eszközöket sem félek férfiak vásárolták, hanem talán nők körében jobban elterjedtek, vibrátorok, ilyesmire gondolok. Tehát, hogy ennek volt aztán egy ilyen piaca, gondolom, és hogy lehetséges, hogy a női szexualitást fogja valamiképpen megkönnyíteni, vagy azoknak a nőknek a helyzetét, akik egyébként esetleg nem találnak partnert magának, vagy férfiaknak, ami most általában egy társadalmi problémaként is felismerhető. Tehát, hogy az, hogy mennyit változottak a szexuális szokások az elmúlt évszázadokban, ez nyilvánvalóan megfigyelhető, és valahogy aztán az emberek hozzá idomultak ezekhez. Én el tudom képzelni, hogy 10-20 éves távlatban csak gondolkodunk, akkor ezek meg fognak jelenni sok ember életében. Te olvastad azt, László, hogy egy nőt többen megerőszakoltak a metaverzumban. Az van benne, lefordítom, megpróbálom megfordítani, hogy
ez élmény beszámolja a hölgynek, aki... Szóval 60 másodperce a belloggolás után, bejelentkezése után verbálisan és szexuálisan zaklatták. 3-4 férfi, és hát gyakorlatilag gang-raped, magyarul bárhogy kelljen ezt mondani, nem tudom, hogy az ő avatarjával ezt végezték, tehát csoportosan megerőszakolták, és közben fényképeket készítettek róla, és ahogy próbált elmenekülni, ugye ez a metaverzumban történik, tehát ha valaki nem, ezt nem csekkolta még az elejétől, próbált elmenekülni a Nina, a 43 éves egyébként, akkor azt kiabálták neki, hogy ne színleld azt, hogy nem tetszett neked, és hogy menjél és masztizál a képekre. És ez a harmada a cikknek. Hát, hogyha a bioetikus véleményét kérdezek, akkor azt mondom, és üzenem mindenkinek, hogy ne csináljanak ilyet. De, ugye van ez az örök nagy kérdés, hogy a például az erőszakos játékok, vagy a filmek, ugye ezek, amik most elterjedtek érdekes módon a nagy politikai korrektség közepette, rengeteg gyilkossággal összefüggő sorozatgyilkosságokról szóló film van, tehát a sorozatok között, amiket nézünk, Hogy ezek erőszakosságot generálnak-e, vagy inkább esetleg a fantáziánk játékát jelentik el, vagy esetleg éppen levezetnek negatív energiákat. Ugye azért ez egy sok gyerekpszichológusok sokat foglalkoztak, felnőtt pszichológusok ezekkel a kérdésekkel. Én egy olyan tanulmányt olvastam, hogy ez nem teszi agresszívabbá a gyerekeket. Hát nagyon agresszívnak kellene lennünk, hogyha ennyi filmet, meg ennyi gyilkosot nézünk, meg ilyesmit. Lehet, hogy azok is vagyunk egyébként, de talán azért nincs minden nap gyilkolás az utcán, meg lövöldözés. De valószínűleg csak azért nincs, mert tudja az ember, hogy komoly konzekvenciája van, nem? Hát nem hiszem, elkülönítjük ezeket szerintem. Tehát akkor te azt gondolod, hogy ez nem kártékony, hogyha mondjuk adott esetben egy virtuális, bármilyen virtuális helyzetben az erőszak kiélhető vagy gyakorolható komoly következmények nélkül? Nem állítottam ezt, csak hogy mondom, hogy szerintem ezeket a ilyen megfontolásokat érdemes általában figyelembe venni. Ez szerintem egy extrém példa, amit említettél, igen, tehát hogy igen, itt inkább igen. Negatívan téljük ezt meg. De nem tudom a részleteit, hogy nem ezek most tényleg konkrét emberek hogy... voltak, igen, vagy ők is szerepeket játszottak, vagy mi volt a hátterében. Na, az jó kérdés, igen. A bioetika egyik fontos kérdése, legalábbis az én laikus meglátásom szerint, az például, hogy az élet mikortól élet. Vannak már ugye olyan folyamatok, hogy eldönti egy házaspár, hogy ő kékszemű gyermeket szeretne. A tulajdonságait szeretné egy kicsit saját maga megszabni. Egy embrióban hogyan lehet ezt egyfelől, hogyan lehet ezt megváltoztatni, és másfelől ez etikus-e? Az első kérdéssel kezdeném, hogy honnan kezdődik. Egy érdekes, egyszerű dolgot említenék, kiinduló pontként talán, hogy erre nem igazából reflektál, pedig ez egy modern képalkotó eljárásnak tűnik, az ultrahangos vizsgát, amit ugye gyerekeknél egyre korábban és egyre inkább rutinszerűen alkalmaznak ma már. Tehát, hogy ez régebben nyilván volt, aztán kezdetleges és költséges volt, nem mindenhova jutott el, ma gyakorlatilag rutinszerűen alkalmaznak képalkotó eljárásokat, ultrahangos vizsgálatokat. Ez nagyon jó dolog, ez egy kedves dolog, bekerülhet ugye a családi fényképalbumba, hogy ott volt már a kis magzat például X7-es korában és a fejlődését, és lehet ugyanígy dokumentálni, később visszanézheti esetleg a megszületett gyermek vagy felnőtt későbbiekben. Ez megváltoztatta ugye a gyermekekhez való viszonyt elég erősen. Kétféle értelemben is, ahogy erre rámutatnak. Az egyik az, hogy egy kötődés erősödött. Tehát mikor megmutatták az anyukának, aki esetleg még nem volt biztos abban, hogy mennyire szeretne gyermeket vállalni, és látta, hogy ott van az a kis magzat, és dobog a szíve, meg ilyenek, akkor azt mondta, hogy hát az az én kis gyermekem is ott van. Ha probléma volt, akkor lett igazából kérdéses a dolog. Ha bizonyos végtagjai nem voltak rendben, betegségek gyanúja esetleg felmerült, akkor ráháramlott egy döntés, hogy neki döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy akarja ezt a gyermeket esetleg, vagy nem. Ez nagyon erős frusztrációt jelentett, ami korábbi időszakokban nem volt meg. Tehát ezredeken keresztül, mert mint az európai kultúrákat tekintve is ezredeken keresztül, az emberek nem sokat tudtak
láttak arról, hogy hogyan fejlődik a gyermek. Nyilván láttak esetleg állatokat, néha meghaltak gyerekek, vagy volt spontán vetélés, ilyesmi, tehát valami képet ki tudtak alakítani arról, hogy milyen egy kis embrió vagy egy magzat, de azért nem volt olyan határozott képük, mint ahogy ma megtanuljuk a középiskolai biológia órán, akár hogy hogyan fejlődik a gyermek. Tehát, hogy más képünk is lehet, másfajta morális státusszal is látjuk el. Kérdés, hogy mondjuk ezek az új technológiák, amikor ott vannak ezek a preimplantációs, tehát beépítésre váró kis embriók, akiket meg lehet vizsgálni, ezekkel hogyan, milyen viszonyunk van. Van egy új lehetőség, egyre többet beszélnek arról, hogy a jövőben, hát most megint előre szaladhatunk, vagy a fantáziánkat beindíthatjuk, hogy esetleg majd méhen kívül fognak mesterséges rendszerekben, ektogenezisnek nevezik ezt, tehát méhen kívül fognak felnőni a kis magzatok és embriót koruktól, vagy a koraszülöttek, megint csak ugye van ez az orvosi történet, hogy majd a koraszülötteket így életbe lehet tartani, de majd idővel egyre inkább majd gyerekek eleve már egy ilyen testen kívüli rendszerben nőnének fel. Mi lesz a státusza ezeknek a gyerekeknek? Hogyan ítéljük meg a tulajdonságaikat? Mennyire lesz joguk az élethez? Tehát ezek a megint csak technológiai újítások, hogy ott vannak az embriók, lehet rajtuk kísérletezni, őssejt nyerésére felhasználhatók, beültethetők, stb. Megvizsgálhatók, hogy ez megváltoztatja a véleményünket arról, hogy ők nekik milyen értékük van. Szerintem ez önmagában is felvetette ezt a kérdést. Mi a legaktuálisabb? Van egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mikortól élet? Az élet. Igen, igazából szerintem inkább bonyolódik ez a helyzet, tehát ahogy egyre többet megtudunk arra, hogy mit jelentene az élet, különböző koncepciók vannak, mondjuk önmagában az, hogy van egy zigóta, egy egyedi génállománnyal, erre sokan hivatkoznak, hogy az már az élő voltnak egyfajta kritériumát jelenteni, de nem feltétlenül, tehát van sok különböző elképzelés azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az élő lény, mikortól kezdve leszünk. Ez egy elméleti biológiai fogalom, ugye az organizmus fogalma elsősorban, ami most megint újra viták keresztüzében áll, hogy lehet meghatározni azt, hogy mi az organizmus. Mondok érdekes dolgokat, ugye biotechnológiáról beszélünk, hogy amikor esetleg különböző újfajta életformákat állítunk elő, hibridizációval, különböző mesterséges, ugye itt van a szintetikus biológia, robotokról beszélhetünk, ez még inkább megbonyolítja a helyzetet, mert az lesz a kérdés, hogy most akkor mit jelent az élet? Vannak ilyen félig élő rendszerek, vannak bioművészek, akik ilyesmikkel kísérletezgetnek, hogy esetleg valamiféle élő lényeket előállítsanak, szimplán mondjuk úgy esztétikai, vagy művészeti célzattal, vagy génmódosítás. Ugye itt is felmerülnek azok a kérdések, hogy ezt hogyan szabályozzuk mondjuk ennek az etikáját. Sok vita volt azzal kapcsolatban, hogy a művész is most akkor csináljon egy ilyen kutatást, vagy ne csináljon, vagy csak a laboratóriumi kutató, vagy az ő felügyelete mellett, de ő meg művészként esetleg több szabadságot szeretne, hiszen pont ezekre akarna rámutatni. Tehát lesznek ilyen új életformák mindenfélék, esetleg, vagy ez egy lehetőség lesz, vagy mesterséges, szintetikus biológiai rendszerek állnak elő, ez még további kérdéseket vet fel szerintem. Régebben az emberek azt gondolom, hogy tudták, hogy ki az élő és ki a halott. Az élet végére is gondolok. Mert olyan technológiai lehetőségek vannak, orvosi lehetőségek megint csak, amik elmossák azért ezt. Hogy tulajdonképpen úgymond agyhalottnak nyilvánított embereket is még valamiféle funkcionálásban lehet tartani, orvosi eszközökkel, gépekkel esetleg, felveti azt a kérdést, hogy ma szerintem sokkal bonyolultabb meghatározni, hogy mi az élő, mint a hold, hogy lehet elkülöníteni őket, mint akár 20 évvel ezelőtt, akár 100 évvel ezelőtt. Pont ez adja a bioetika legitimációját, hogy megjelennek ezek az új technológiák, új orvosi lehetőségek, és ezek sokat segítenek beteg embereknek, vagy az életünk jobb átételében reményeket kelthetnek, ugyanakkor viszont felvetnek egy csomó alapvető kérdést. Tehát például az, hogy mi az élet, mi a halál, mikortól kezdődik az élet, mit jelent embernek lenni például ezeket a kérdéseket. Mindig Schumacher példáját szoktam felhozni, mert szerencsétlen most már nem tudom, 8. éve kómában van, éber kómában, hogy
élete az, amit ő él, és ilyenkor felvetődik bennem az eutanázia kérdése. Ugye ott az ember saját magáról döntheti el. Hát ha felvetül benned az eutanázia kérdése, akkor egy dologban biztos lehet, hogy ezt az embert még élőnek tekinted. Tehát igen, te magad mondod, hogy ő élő lény, csak nem mondjuk emberi kvalitásokkal, bíró, tudatos tapasztalatokkal, meg egy ilyen összetett gondolkodással és innel járó élet, tehát hogy itt kifejezetten emberi életről beszélünk. Egyébként igen, gondolom élőlénynek tekintjük a vegetatív igen állapotú, vagy ilyen éber kómában élő embereket. Abszolút, csak az a kérdés, hogy jó, élő, de éle. Élő vagy éle, így van. Hát ugyanezt gondolom, felvethetjük a mondjuk az embriókra vonatkozóan. Uh-huh. Visszakanyarodnék egy kicsit oda, hogy most már vannak olyan cégek, amelyek úgy tudom, hogy tényleg vállalják azt, hogy kékszemű legyen a gyerekem, vagy sem. Ez bioetikai kérdésként számodra mit takar, vagy mit jelent? Hogy ugye van ez a nagy lehetőség, hogy induljunk el egy ilyen folyamatban. Itt is ugyanezekről a kérdésekről van szó, hogy az első felvetés az volt, hogy mondjuk amikor megjelent az in vitro fertilizáció, ez az IVF programok, a Lombik Baby programok, uh-huh, amik nagyon sok embernek az életét jobbá tették, hiszen vállalhattak gyermeket, olyanok, akik korábban nem. Viszonylag bonyolult eljárás, de azért rutinszerűen alkalmazzák, nagyon sok gyermek született. Így 78-ban volt az első, Louise Brown, egy angol nő született így, tehát ez nem egy új technika vagy technológia. Tehát, hogy utána felvetült az a kérdés, hogyha ott vannak azok a kis testen kívül azok a kis embriók, egyrészt mit kezdjünk velük, kísérletezzünk rajtuk, felhasználjuk őket terápiás céllal, vagy kutatási céllal, stb. Morális státuszuk mi legyen, vagy megsemmisítsük őket, vagy lefagyasszuk későbbi időszakokra, stb. Ilyen lehetőségek voltak, és hát nyilván az a lehetőség is felmerült, hogy válogassunk közülük. Tehát, hogy csak arról beszéljünk, hogy fiút vagy lányt akar az illető pár. Magyarországon is sok vita volt ezzel kapcsolatban. A másik, ami nagyon alapvető dolog, hogy vannak olyan nagyon súlyos betegségeket és rossz életkilátásokat, vagy életminőséget jelentő betegségek, amik egy génhez jól köthetők. Tehát, hogyha csak azt mondjuk, hogy ezeket a monogénes betegségeket szűrjük ezeknél az embrióknál, már azt mondjuk, hogy szerintem sok ember számára elfogadható lenne azt mondani, hogy azokat ne ültessük be. Később esetleg felmerült, hogy ezt a gén szekvenciát azt cseréljük ki, ez már egy további lépés lehet. De először, tehát hogy elindulunk egy ilyen folyamat mentén, majd utána jönnek másfajta tulajdonságok, másfajta betegségek, egészségügyi problémák, aztán esetleg teljesítményfokozó céllal, vagy például mondjuk ilyesmi egyéni prioritások megjelenhetnek, hogy mondjuk szőke kislányt szeretnének, vagy éppen zongorára, vagy több tehetséget mutatott, mint vagy inkább sportolót, vagy valami matematikai képességekkel megáldottad, vagy ezeket kifejezetten lehetne. Ja, lehet, hogy túl sokat internetezem, de nekem ez mindig olyan érzetet kelt, mint hogyha le akarnám tölteni az avatáromra. Tehát kiválasztom, hogy a kislányom legyen 180 cm magas, szőke, kékszemű, nagymellű, fusson, és a többi, és lesz egy ilyen gyerekem. De hát akkor ez mennyiben az én DNS-emet fogja hordozni, vagy mennyire ez a saját gyerekem? Hát magas vagy szőke, kék szemű, szerintem nagy. Hát arra gondoltam, hogy a szüleim meg olyan gyereket kértek direkt, aki az interneten szeret sok ilyet kutatni. Hát most ennek az eredménye lettél, és akkor... Hát ha kreációról beszélünk, hogy megtervezem a gyereket... De ez már egy kicsit kreálás, nem? Ugye az egy kreáció is akkor, hogy akkor igen, kitalálhatom, hogy milyen... Az emberek nyilván gyerekeiket próbálják valamilyen irányba terelni. Amikor kevesebb gyerek születik, akkor talán még inkább, vagy még több mondjuk olyan felügyelet is van, vagy presszió a gyerekeken, hogy akkor kövessenek valamiféle tervet, amit a szüleik... De önmagában te azt gondolod, hogy ez helyén való, vagy elfogadható, vagy ez egy jó dolog? Én azt gondolnám, hogy nem. Megint csak azt gondolom, hogy ezeket nem tudjuk megállítani szerintem, tehát uh-huh, ezeknek lesznek bizonyos formái. Engem a designer baby, néha így mondják, vagy uh-huh, ez a baby design, mondjuk, hogy gyerekeket terveznénk genetikai eszközökkel, most megint egy ilyen genetikai hangsúlyozásról van szó, ami egyáltalán nem annyira egyértelmű, ma azért inkább gondoljuk, hogy többfajta fejlődési forrásnak a komplex összejátszásaként
következik be az, hogy valakiből felnőtt lesz, de azért maradjunk ennél, hogy genetikai eszközökkel, amelyek ma finomodtak, és van erre lehetőség. Ugye volt ez a CRISPR technológia, amely a gyermeket is állított elő egy kínai orvos kutató. Ugye aztán ő börtönbe került, ez volt a másik vonatkozása, hogy még nagyon kockázatosnak és nagyon megbízhatatlannak és ki lehet, vagy meghatározhatatlannak látszik azért ez a technológia egyelőre. Na mindegy, szóval, hogy azért ez már talán lehetőséggé válna legalábbis korlátozottan, hogy ilyen technológiák előálljanak. Amit én talán problémásnak tartanék, hogy hogyan változna meg megint csak az alapvető erkölcsi fogalmiságunk ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy meg a, mondjuk az énünk, az identitásunkra vonatkozó felfogásunk hogyan változna meg. Órákon mondjuk, vagy más jellegű fórumokon néha megkérek embereket, hogy képzeljenek, menjenek bele egy ilyen játékba, hogy például mi történne, hogyha kiderülne róluk, hogy ilyen fajta génszerkesztésen mennének el. Tehát mondjuk azt mondanám, hogy a családotok összegyűlne, hogy most 18 éves korodban például, vagy valami ilyesmi. Másik történet szerint ez véletlenül kiderül, hogy ott valaki egy rokonságban, valaki ezt elkotyogja, vagy elmondja. Hogy megkérdeznénk valakitől, hogy mit szólna az, hogyha kiderülne róla, hogy ugye szülei egyszer így bevallanák, előrukkolnának ezzel, hogy hát kisfiam, vagy kislányom, most már nagy vagy, jobb, ha tudsz erről, hogy egy japán biotechnológiai céggel gyártottunk le, mert másként nem lehetett gyerekünk, kiváló tulajdonságokat kértünk, és még 114 másik hasonló genetikai állományú ember van a világon. Akkor mi történne velünk? Mi menne végbe bennünk? Semmi. Azt gondolnám, hogy a szüleim kitoltak velem, most már nem szeretem őket, azt gondolnám, hogy kiváló emberek, hiszen hát a legjobbat akarták nekem, és egy ilyen kiváló képességű genetikai állománnyal megáldott gyermeket és embert hoztak létre. Pár másik verziót is elmondanék, mondjuk ha azt mondanánk, hogy örökbe fogadtak minket, ugye ez egy klasszikus példája ennek. Ha ezt elmondják, megint csak egy kicsit úgy összeomlik bennünk a világ, és azt mondjuk, hogy akkor nem az igazi szüleim, akkor mindent átgondolok, közben mégis kiváló emberek, hogy így is vállaltak, lehet, hogy még több áldozatárán, stb. Ha azt mondják, hogy igazából a nememet, hogy férfi legyek, vagy fiú legyek, hogy ezt választották ki, vagy éppen nem sikerültem, ugye ez is lehet, és egy csomó ilyet felvethetünk, hogy bizonyos képességekre engem kitaláltak. Mi történne akkor velem? Hogy akkor azt gondolnám, hogy én egy termék vagyok, ugye ez a kulcskérdés itt. Két dolog inkább. Azt mondanám, az egyik, hogy egyedi vagyok, vagy nem, ha több ilyet is készítettek, a másik, hogy egy termék vagyok. Kiváló termék. Most. De majd ugyanúgy lesz, mint a telefonoknál, hogy aztán ott kiderül, ugye, hogy a legjobban, de még én a 6-os szériából jövök, de azóta már 14-esnél van a cég, és hát már lehetne egy picit még módosítani, vagy plusz memóriákat, vagy ilyesmi egységeket beépíteni, de azért már ott megvannak húzva a határok, és eleve ugye rám sütik ezt, hogy 6-os vagyok. 6-oska, esetleg 7-esre bővített modell, miközben a 10-es vagy a 14-es, és a jövőre már jön ki a 15-ös, egy másfajta képességekkel rendelkező ember. Egy. Kettő, hogy mi van, ha nem sikerül? Most ez egy realisztikusabb dolog. Nagyon sok ilyet lehet hallani most már, ugye a reproduktív technológiák világából, hogy esetleg nem olyan gyerek kapnak. Most ez olyasmi, hogy ázsiai, vagy éppen ázsiai szülők, kaukázusi, vagy ilyen fehér embert, vagy nem tudom, hogy mondják, kaukázusit kaptak, ezeket szépen dokumentálják, és bekerülnek a médiába, hogy erről beszélnek. Felvetül az a kérdés, hogy akkor most beperelik ugye a biotechnológiai céget, vagy ezt a reprodukciós központot, visszakérik a pénzüket, ha nem sikerül. Ugye egy másfajta viszonyulás lesz a gyerekhez. Tehát azt mondom esetleg, hogy korábban, hogy a gyereknek szerettünk volna egy nagyon jó labdarúgó gyereket, de nem tud focizni, állandóan csak olvasgat, nem baj, hát most már vissza nem visszük, vagy nem tudom mi. Tehát régebben voltak ilyen felvetések, most jól kimutatható módon esetleg rendelhetnénk, hát nyilván ez azért science fiction inkább, meg gondolatkísérlet, de azt mondanám, hogyha így lehetne tulajdonságokat előnyben részesíteni és rendelni, akkor nagyon nagy esélye lenne annak, hogy nem azt kapnánk, amit akartunk, és visszamennénk reklamálni. Nota bene, a gyermek maga is tudná azt, hogy ő nem ilyen akart lenni. Ő egy másik típusú akart lenni.
lenni, vagy másfajta tulajdonságokkal akart rendelkezni. Tehát, bár ugye, mint említetted, itt egy tudatos tervezésről van szó, ami egy kontrollt is jelent, ugye a biológiai sorszerűség fölött, ugyanakkor viszont van egy ilyen, hogy akkor meg számon is kérhető ez, és felelősséggel is jár. Tehát én ilyesmikre gondolok, tehát ez az egyik dolog, hogy akkor lehet, hogy belőlünk több lesz, mondjuk több klónozott, hasonló típusú élőlény, még ha lesznek is persze fejlődési különbségek, meg a tapasztalatainkban másfajta mintázatok fognak megjelenni, de azért mégis azt mondom, hogy valahogy több lesz belőle. Nekem egyre kevésbé tetszenek ezek ugye, a bio... És akkor azt mondjuk, hogy miért vagyunk oda ezért, hogy ilyen méltóság. De visszatérve, bocsánat a kérdésre, a legtöbb ember, akinek felvettem ezt a kérdést, esetleg először elkezd gondolkodni, hogy mi lenne akkor, hogyha ez mondjuk tegyük fel, kiderülne, azt mondaná, hogy semmi. Hogy ehhez akkor hozzászokna, meg majd ez lesz. Tehát, hogy nem omlana össze a világ bennünk, hogyha esetleg kiderülne, hogy valamilyen eszközzel raktak össze minket. Azért ez nem ilyen könnyű szerintem, tehát főleg mondjuk filozófiailag közelíteni. Ha megtudnám, hogy egy ilyen futószalag van, így legördültem egy biotechnológiai cégből, akkor azért más önképem lenne, nem? Én azt gondolom erről is, mint amit az előbb, vagy kicsit korábban felfestettem a mondjuk a Neuralinkkel, meg azzal a nem rendelkező emberek, hogy szerintem ez olyan iszonyatosan él, tehát annyira elkülöníti a két csoportot, aki így készült, vagy meg aki hagyományos módon készült, hogy szerintem ez nem lenne fenntartható. Hogyha nem lenne annyira tényleg izolálva, rezervátumszerűen a két csoport egymástól, hogy ebből ne lehessenek konfliktusok, akkor szerintem ez nem működne. Ezt nem tudom elképzelni, hogy az ember, mint olyan, képes legyen ekkora kontrasztban együtt élni. Ezt nem tudom elképzelni. Én elég empatikus vagyok, de én bele sem tudok ebbe gondolni. Láttátok a Szép új világ című, vagy olvastatok hát a könyvet? Hát én olvastam. Igen. Hát ott volt egy ilyen kasztrendszer. Ma a gyerekeknek igen. A többsége, gyakorlatilag minden gyerek kórházakban születik, bizonyos orvosi kontroll alatt. Tehát ott vannak ezek a vizsgálatok. Sok vita van nyilván ezzel kapcsolatban, hogy hány vizsgálat, miféle vizsgálatokra van szükség. Ott vannak ugye ezek az ultrahangos vizsgálatok, meg egyebek. Különböző betegségeket próbálnak szűrni. Tehát, hogy azért azt nem gondolnám, hogy ez ma például csak egy kiváltságos rétegnek a privilégiuma lenne. Uh-huh. Igen, én mindig kihagyom a gondolkozásomba ezt, ami neked gyakorlat, ugye rögtön, hogy táblatokban gondolkozol, meg hogy megnézed innen is, meg hogy 30 évvel ezelőttről innen is. Ez nehéz nagyon. Na szóval, hogy megváltozik, ugye akkor ez az elkező. Mi van, hogyha megölnének, és azt mondják, hogy de hogy van másik, vagy klónozunk egy másikat. Ugye az életnek az értéke, ez a kivételessége, ugye azért akkor megkérdőjeleződik. Hát a Harari írja aztán a 21. század, vagy 21 kérdés a 21. századról című könyvében, hogy hát ő már odáig eljutott a gondolatkísérletében, hogy most már ugye szívet, disznó szívvel ki lehet cserélni, gyakorlatilag a szerveinket voltaképpen kibebesztük az agyunk kivételével. El fogunk eljutni arra a szintre, hogy örök életű lesz az ember, az agyunkat egy számítógépre lementjük, és az új test, amit megalkotnak, majd nekünk hasonló módszerekkel beleink plantálják a volt emlékeinket. Igen, a Harari sem ugrik szerintem először ekkorát, hanem inkább talán arról beszél, hogy radikálisabban kitolódik az emberi élettartam. Ez lehet igen. Valami kis lépésekben, de talán nem is erre gondolunk, hanem valami genetikai vagy egyéb lépéssel, ott valami nagy felismeréssel úgy ugrásszerűen ki lehetne tolni igen. Az emberek élettartamát, várható élettartamát, mondjuk úgy mennyire 800 évre legyen ez egy ilyen klasszikus példa, 800 év, 800 évig élnénk. Most itt lehet különbséget tenni, hogy csak én élnék 800 évig, a többiek igen. Nem. És akkor meghalnának mellettem sorra a generációk, az összes barátom, stb. Ez mi lenne? Másik lehetőség, maradjunk tán ennél, hogy minden ember nagyjából 800 évig élhetne, hogy akkor mi változna. És a Harari-nak erre nagyon érdekes példái vannak, szerintem nyilván ilyeneket egy filozófiai kávéházban, vagy egy ilyen beszélgetésben itt nálatok összetudnánk szedni, vagy összeszednénk gyorsan, mert ilyenek jutnának eszünkbe. Milyen viszony lenne például a szülő és a gyermek között?
Tehát, hogy még a szüleinket még meglátogatnánk a 467 évesen is, milyen viszonyaink lennének, hány gyerekünk lenne, hogyha ezek így születnének a gyerekek, mondjuk tegyük fel, hogy egy egészséges élettartamunk, vagy a reproduktív időszakunk is hasonlóképpen kitolódna, lenne 200 gyerekünk, emlékeznénk-e rájuk, kötődnénk-e hozzájuk, megajándékoznánk-e még őket a névnapjukon, vagy már se tudnánk, hogy mik voltak az első gyerekek. Szerelmi életünk, vagy a párkapcsolatunk hogyan változna, ugye? Hát lenne házasság 800 évre, azt mondanánk, hogy 20-valány éves koromban megismerkedem valakivel, és hogy életem végéig vele akarom az életemet élni. Szép eszme, lehet, hogy sikerülne is valakinek, csak ugye ez a 800 év, ez hosszú időszak azért egy ilyen elköteleződésre. Ha megölnék valakit, mennyi időre zárnának börtönbe, vagy véletlenül elgázolnék valakit, vagy bármi ilyesmit csinálnék valami bűncselekményt, akár meggondolatlanul, vagy tudatosan, 600 évre ítélnének el? Vagy ha egy 20 éves emberrel szemben követném ezt el, vagy egy 600 évessel? Nagyon sok ilyen kérdés merül fel. Nyugdíj? Kiváló. Mikor? Nyugdíj? Mi lenne igen. Ugye az intézetvezetői, meg tanszékvezetői pozíciókkal, hogy meddig kellene várni a kinevezésre, ami nyugdíjba megy az előző idős ember, hát már csak 440 éve igen. Van a nyugdíjig, azt már kihúzom fél lábbal is. Mennyi ideig járnánk az egyetemre? Ja. 200 évig? Az amerikai 8 évig lehet csak. Igen, vagy 80 évig. 200 éves korodtól kezdve fogyasztatná alkoholt. Igen, mikortól, nem tudom, tehát memóriánkkal mi lenne, hogy mindenre emlékeznénk, vagy közben kitörölnénk ezt, vagy mesterséges úton kitisztítanánk néha az elménket, hogy ne emlékezzünk ilyen dolgra. Mindegy, ez egy jó játék alkalom egyébként, hogyha ilyet mondanánk. Ami érdekes szerintem, hogy ez már is bekövetkezett. Tehát, hogy ma, amikor masszívan azért egy ember tervezhet úgy, hogy fog élni 75, 80, 85, akár 90 évig, igaz? Férfiak is, akár nők még inkább talán, mai társadalom a Magyarországon is, hogy akkor gyakorlatilag ugyanúgy megkérdőjeleződnek ezek a kérdések, hogy hogyan viszonyulunk a képzésünkhöz, az életünkhöz, a párkapcsolathoz, a gyermekvállaláshoz. Igen. Sokszor ugye pont ezért is csúsznak ki emberek a gyermekvállalásban, mert azt gondolják, hogy ó, hát 30 éves koromban még nagyon sok idő áll előttem, közben meg biológiai korlátok azért jó részt megmaradtak. Miközben ezt a gondolatkísérletet felvázoltad, azon tűnődtem, hogy lehetséges, hogy úgy tűnik a hallgatóknak, hogy ez egy nagyon távoli jövőben bekövetkező dolog, mert 800 éves példával rukkoltunk elő, de hogyha azt vesztük, hogy az 1200-as, 1400-as években hány év volt az átlag életkor, mennyi ma, és mennyi lehetséges a gyógyszeripar és különféle egészséges táplálkozás, mit tudom én, sorolhatnám, tehát tolódik kifelé folyamatosan az átlag életkor hossza, tehát elképzelhetően tarthatjuk-e, hogy mondjuk 200-300 év múlva valóban az emberi átlag életkor hossza, az mondjuk 150 év lesz. És ugyanúgy igen. Csak arányaiban... Változik, tehát ilyen nem lesz ilyen radikális, csak tényleg a táplálkozás akkor is tolódni fog valószínűleg, de lehet, hogy én most olyanról beszéltem, hogy akkor ott valami genetikai beavatkozásra, vagy ilyesmivel még radikálisabban. Hát a másik kérdés az volt, hogy örökké élni, hát ez mondjuk eleve egy ilyen riasztó, vagy ilyen megfoghatatlan kifejezés, hogy mit jelent az örökké, ha már az egész világegyetem is megszűnik létezni, de én még mindig élek, azt hogyan lehet elképzelni, hát vagy virtuálisan, ugye azért ez egy, hát ha azt mondjuk, hogy egy világegyetem véges, akkor vagy akkor nem időben. Na mindegy, ez ugye egy nagy bonyolult kérdés, hogy hogyan fognánk fel ezt, hogy örökké élnénk. És hát persze a filozófusok mindig felvetik, hogy akkor nem lenne értelme az életnek. Tehát két nagy iskola van, vagy nem iskola, két nagy elképzelés ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye a klasszikus ilyen Camus, hogyha vagy a Woody Allen filmben, hogyha nevezetes, hogyha meg kell halnunk, meg véges minden, akkor nincs értelme az életünknek, ugye ez az egyik. A másik pedig, hogyha végtelen lenne az élet, akkor nem lenne értelme, mert nem tudnánk tagolni, és nem lenne értéke a dolgainknak, mert ugye az érték mindig az, hogy áldozunk érte valamit, és leginkább időt áldozunk az életünkből így vagy úgy. Az egyetemért, a párkapcsolatért, a gyereknevelésért, a munkában, bármilyen területen. Ha találkoznánk egy értelmes idegen civilizációval, ami nem a Földről származik, akkor van erre egy előre elkészített vagy felvázolott protokollja a mai tudománynak és filozófiának és bioetikának meg mindennek, hogy akkor őket hova tennénk? Hova tennénk magunkhoz képest? Vagy mi lenne ilyenkor a
Igen, hát a válasz az, hogy nincs. De nekem biztos nem avattak be ebbe, hogy mit csináljak, hogyha itt megjelenik egy földön kívüli. Én felvetnék egy érdekes kérdést, és akkor visszatérnék itt a genetikára, egy más problémát behozok, de akkor visszatérünk majd ehhez, jó? A következő, hogy mostanában sokat lehet arról hallani, hogy fajokat, amelyek kihaltak genetikai szerkesztéssel, ezzel a CRISPR-rel vagy klónozással újra visszahoznánk. Ott van ez a vándorgalamb példája, vagy amik még már nagyon közel vannak, ugye akár a gepárd, vagy olyasmik, amik orszarvúk, amik közel állnak, hogy így lehetne megmenteni őket. Vagy teljesen kihalt fajokat, ugye amit említesz, a mamut, a gyapjas mamuttal kapcsolatban van egy csomó ilyen megfontolás. Ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy most itt ragaszkodnánk az eredeti verzióhoz, ennek mi lenne az oka, ugye környezetvédelmi okai vannak, hogy megint csak itt van egy fedőtörténet, hogy itt a környezetet kell megóvni, Szibériában ezt a permafrostot, igen, hogy ez volt ugye a háttérbeszéd, de hogyha lehet, hogy új, teljesen újfajta életformákat is kialakíthatnánk. Mint a csillagok háborúja, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy miért kell ragaszkodni egy olyanhoz, ami már volt. Nosztalgiát érzünk, kötelességünk feltámasztani a régi életformákat, fajokat, stb. De nem is feltétlenül ezt akartam mondani. Van még egy további szempontja ennek, hogy mondjuk a neandervölgyi embert, vagy más emberelődöket így fel tudnánk támasztani. Most vagy lehetőség ez, vagy nem, tegyük fel, hogy inkább nem, de azért le lehet játszani a gondolattal, hogyha neandervölgyi embereket is feltámasztanánk. Richard Dawkins egyszer azt írta, hogy ha lennének ilyenek, tehát nem haltak volna ki, találnánk az erdőben neandervölgyit, meg Homo erectus, meg mit tudom én ilyesmiket, emberelődöket, vagy másfajta emberféléket, akkor az morális tanulsággal járna számunkra, tehát vagy kiirtottuk volna már őket régen, vagy állatkertekbe zárnánk, vagy orvosi kísérleteket hajtanánk végre rajtuk, vagy már a Elon Musk már az agyukba csipet ültetett volna ezekbe a szegény neandervölgyiekbe. De van egy másik lehetőség is, hogy jobban látnánk az átmenetet a többi állattal, mert elég nagy a szakadék, ugye ez a hiátus az ember és mondjuk a többi főemlős között. Tehát lennének, akiket úgy minthogyha egy kicsit tudnánk velük kommunikálni jobban, beszélnének is, logikailag tudnának gondolkodni egyebek, de azért nem emberi lények lennének, mondjuk maradjunk a neandervölgyieknél. Kérdés, akkor megint el lehet ezzel játszani, hogy a neandervölgyi ember az milyen hatást gyakorolna ránk. Szerintem barátságosan. Én azt képzelem, hogy mai ember az barátságosan. Lehet, hogy 50 évvel ezelőtt kiirtották volna őket, vagy mint a gorillákat ugye a filmben is, a Gorillák a ködben című filmben, hogy valahogy ellenségnek tekintettük volna őket, vagy megettük volna, vagy állatkertekbe, ilyenekbe, zsúfoltuk volna őket ketrecekbe. A kérdésre a válasz, vagy akkor visszatérve erre a szempontra, hogy azt mondanám, hogyha megjelennének földön kívüliek, most nem tudom, hogy képzeljük ezt el, filmekben emberszerűek, kis ítik jelennének meg, vagy teljesen más ilyen rezgő, ilyen vibráló kis anyagi valamik, vagy ilyenek, mint a medúzák, vagy nem tudom, hogy intelligens ilyen medúzaszerű entitások, vagy ilyesmikre gondolhatunk. Vagy lebegnének, vagy nem tudom, bármi lenne ilyen elektromos mező. Na mindegy, szóval, hogy bármilyen formában lenne, szerintem az egy tanulsággal rendelkezne azzal kapcsolatban, hogy mik vagyunk mi emberek. Lehet, hogy összetartana minket inkább. Inkább felismernénk egymásban a hasonlóságokat. Tehát, hogy én ilyeneket látok. És nem is kell ez háborúskodni velük. Ugye nyilván, hogyha lenne egy ilyen intergalaktikus háború, akkor összetartanánk mi emberek, sőt még a vízilovakkal, meg a sertésekkel is egy platformra kerülnénk. Ezzel szemben ugye lehet, hogy barátkoznánk velük, de akkor is lenne egy ilyen, hogy kik vagyunk mi, mennyiben vagyunk mások, mi emberek. Tehát akkor így beszélnénk, nem legyen ez a, hogy nem mi európaiak, vagy mi magyarok, vagy mi nem tudom kik, hanem hogy mi emberek, akkor elkezdődni egy ilyen diskurzus. Én ezért tartom egyébként nagyon izgalmasnak a többek között az asztrofizikát, meg minden olyan tudományt, ami olyan méretekkel foglalkozik, ami egy hétköznapi életben nem jön elő, mert olyan más perspektívába tudja helyezni az emberi öntudatot, és szerintem nagyon fontos lenne azért most már így észrevenni, hogy tényleg, hogy emberek
vagyunk. Tehát én erre vágyom, amit most elmondtál. Igen. Hogy... Ez az is fontos, hogy ők hogy viszonyulnának hozzánk, mert lehet, hogy aztán mi találnánk ott a tányérukon magunkat, vagy az állatkertjeinkben. Benne van a pakliban, igen. Van még két nagy téma, körülbelül szeretnék belemenni. Az egyik az az állatkísérletek, már félig meddig szó volt róla, bioetikai kérdésként, hogy nyilvánvalóan állatkísérletekre szükség van, és mégis rengeteg állatvédő bajja, hogy azonnyomban ezt be kell szüntetni, de hát akkor hogyan tudjuk majd a gyógyszerinket kikísérletezni és megnézni azt, hogy alkalmas lesz a gyógyászatra. A másik pedig részben ezzel kapcsolatos a húsevés. Kezdjük talán az elsővel. Jó, tulajdonképpen összefüggő kérdések vannak szerintem, vagy hát legalábbis így szólnak ezek a narratívák, vagy történeti eltekintések, hogy a 70-es évektől kezdve kerül elő, és a bioetikán belül is fontos hangsúllyal jelenik meg az állatoknak az ügye valahogy. Ez nem volt régebben. Tehát ez egy új elem, gazdagítja ezt az egész mondjuk úgy orvosi etikát, aminek volt egy hosszú hagyománya, hogy megjelennek a kísérletek egyrészt nagy számban, egyre több kísérlet ebben az időben, 50-es, 60-as években, gyakorlatilag kontrollálatlanul. Most orvosi kísérletekre épp úgy gondolhatunk, mint esetleg viselkedési, pszichológiai, egyéb kísérletekre, amiben állatokat használnak, akár főemlősöket, csimpánzokat, emberszabásúakat akár, ezekben a kutatásokban, és akkor felmerül ez a kérdés, hogy rendben van-e így. Tehát az az érdekes dolog, hogy miközben a biológia, az élettudomány és az orvosi tudomány az fejlődik, tehát egyre több biológiát kapunk, és az életünkben egyre nagyobb szerepet kap a biológiai öntudat, vagy ez a reflexió, közben ott van egy másik nagy biológiai tanítás, az evolúciós elmélet, és ezzel összefüggésben az állatviselkedés kutatás, amiről ritkán beszélünk így, pedig az egyik legnagyobb áttörése a 20. századnak, a 20. század tudományának egyik legnagyobb X-re, ha lehet ilyet mondani, az állatviselkedés kutatás. Megjelenik ugye Európában az etológia, elkezdenek emberek akár először amatőr módon, majd később tudományos kutatásokkal szerveződve állatokat vizsgálni, lakásukban, laboratóriumban, szabadtéren, bármilyen formában. Megjelenik a 60-as évektől a főemlős kutatás, Jane Goodall 1960-ban kezdi úttörő kutatásait szabadon a csimpánzok között. Korábban senki nem vállalkozott volna ilyenre, és meglepő eredményekkel tér haza rögtön egy-két évvel a kutatás kezdete után. Ez is az volt ugye, hogy valahogy ezeket az ember és az állat közötti részt és az ember ős történetét valahogy rekonstruálni kellene, mondjuk a csimpánzok, gorillák és orangutánok viselkedésének tanulmányozása révén. Tehát, hogy megtudunk egy csomó mindent az állatokról, van egy amerikai vonal, aztán jön egy kognitív etológia nevű irányzat a 60-as évektől kezdve, amely kifejezetten bátran kezdi az állatok kognitív képességeit, probléma megoldását vizsgálni, majd később az érzelmeit, fájdalomérzője és egyéb képességeit, affektív jelenségeket. Tehát, hogy van egy ilyenfajta tudományunk. Tehát egyrészt van egy tudományos kutatási vonal, egyre több orvosi felismeréssel, egyre több orvosi kutatással, másrészt meg ott van ez a felismerés, hogy az állatok nem annyira különböznek tőlünk, mint ahogy korábban gondoltuk, vagy esetleg más kultúrákban elvileg gondolták, de nyilván kulturális különbségek itt is mutatkoznak, hogy az állatok mennyire mások, mint mi. Tehát lett egy ilyenfajta testvériség az evolúciós elmélet tükrében, és sokan ugye elkezdték megkérdőjelezni azt a gyakorlatot, hogy mindenféle erkölcsi aggály nélkül használunk állatokat, akár fájdalmat okozó kísérletekben, kis helyeken, laboratóriumokban összezárva, stb. Stb. Tehát, hogy szerintem, aki megkérdőjelezi ezeket, az nem ellene van ennek, hanem valahogy ezt a kétfajta biológiai felismerést próbálja valahogy összehozni. És ma szerintem még inkább így vagyunk ezzel, mint mondjuk mondom a 70-es években, 80-as, 90-es években, amikor ezek a klasszikus nagy szervezetek is megalapulnak, és elkezdenek erről beszélni az emberek, vagy bekerül a bioetikába, persze inkább csak marginális szinten egy-egy mondjuk egy tankönyvekben, egy-egy fejezet vagy részfejezet formájában, de hogy ez is egy fontos szempont lesz. Ma szerintem inkább már szinte mainstream, hogy az ember azért arrogáns, ne legyen a természetben való helyének a megállapítása közben. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy minden miattunk van, és hogy látjuk ezeket az összefüggéseket, nem mi vagyunk a világ közepén, környezeti problémákat, egyebeket. Tehát ebben a vonatkozásban
Ez fontos dolog lehet. Most a napokban, amikor előjött ez, hogy majd génmódosított sertésszíveket emberekbe, vagy más szerveket emberekbe ültetnek, és hogy erre nagy programok indulnak, sok vita volt, tapasztalhattuk esetleg a médiában ezzel kapcsolatban, hogy most akkor ez visszaesése, és most megint azt mondjuk, hogy majd azért felnevelünk állatokat, hogy utána a szerveiket emberekbe ültessük, ez most elkerülhetetlen, kivéthető, vagy más alternatívák keresése nyilván egy időben az volt a legígéretesebb dolog. László, bioetikusok esznek húst? Jó kérdés, így felvetve. Bioetikában, hogyha egy kicsit kerülővel közelíthetek a témához, megjelent egy önálló téma, a food ethics, a táplálkozás etika. A 2000-es évektől kezdve elkezdek ezzel foglalkozni. Az egyik ilyen mondás az volt, hogy az emberek többsége, egyébként a bioetikusok is ide tartoznak, etikai kérdésekkel leginkább a tányérjukon találkoznak. Tehát, hogy ez az egyik ilyen fontos viszonyítási elem. Tehát azt gondolhatjuk, hogyha arról beszélünk, hogy klónozás, meg sertésszív átalakítás, meg hogy az élettartam kitolása, meg az agy átalakítása, ilyesmikről beszélünk, a hétköznapi ember nem találkozik ilyen dilemmákkal. Találkozik viszont olyasmikkel, hogy mit tegyem. Tehát ezzel szerintem mindenki szembenéz. Mit tegyünk? Hát azt, amit a nagyszüleink, a szüleink, a barátaink és a többiek esznek az adott közösségben, esetleg nyitunk más kultúrák táplálkozási szokásai felé, nyilván ez megvan mondjuk Magyarországon is, tehát hogy ezt tapasztalhatjuk. Ugyanakkor egyre több erkölcsi döntést is kell hoznunk a táplálkozással kapcsolatban. Ezek lehetnek ugye például a távolsággal összefüggőek, hogy lokális ételeket eszünk, vagy olyasmiket, amiket máshonnan hoznak be, esetleg környezeti terhek mellett, tehát hogy amikor ide kell szállítani több ezer kilométerről bizonyos táplálékokat, hogy az milyen terheket ró a környezetre. Tehát környezeti megfontolások is vannak, illetve vannak igazságossági megfontolások, hogy mennyi pénzt költsek el erre, esetleg ha másra is tudnám költeni, stb. Ilyesmik is felmerülhetnek. De talán a legáltalánosabb, és ezeken a területeken született publikációk, könyvekben is a központi téma azt illette, hogy állatokat együnk-e vagy nem. Állattársainkat megegyünk-e vagy nem. Beugodottak ugye. És nem feltétlenül a kutyákra gondoltunk, így van, hanem másfajta állatokat, illetve hogy miféle állatokat, vagy mi lesz a táplálkozásnak a jövője, hogyha megint ilyen jövő orientáltak vagyunk itt a beszélgetésben, és a bioetikánk legalábbis az egyik vonala az ilyen, akkor felvethető ez a kérdés, hogy mit fogunk enni majd a jövőben. Tücsköket, meg hasonlókat. Ami szerintem izgalmasabb például a műhús, amiről megint lehet hallani, vagy egy új témaként jön be, in vitro meat, vagy in vitro hús, tehát amit laboratóriumi körülmények között állítunk el, és akkor nem kell lemondani a húsról, viszont mondjuk bizonyos erkölcsi problémákkal nem nézünk szembe. Mik ezek az erkölcsi problémák? Alapvetően ugye az, hogy az állatoknak is vannak bizonyos tulajdonságai, erre jött rá az állatviselkedés kutatás, akár érzelmi jellegűek, akár kognitív jellegűek, a sertéseknél, tyúkoknál, pulykáknál, szarvasmarháknál és egyéb állatoknál, amiket szokásosan azért tartunk, hogy megegyük őket, hogy tulajdonképpen velük szemben is lennének erkölcsi kötelességeik egyénileg. Nem arról beszélünk, hogy ugye mennyi állat van, és hogy megint csak környezeti terhekről beszélünk, a rengeteg sertés, rengeteg szarvasmarha és rengeteg baromfi például milyen terheket jelent a populációt, az állatok populációját, hogyan határozza ezt meg, a környezet állapotát, stb. Hogyan veszélyeztet önmagában ez más fajokat, vagy éppen milyen betegségek forrása lehet az, hogy ilyen óriási nagy állatfarmok léteznek, hanem csak az, hogy individuálisan ott van az egy, mondjuk maradjunk a sertés példájánál. Hogy egy intelligens, ma már azt gondolnánk, hogy komplex kognitív képességekkel rendelkező állat, amelyik társas lény, megegyük-e vagy ne együk meg, ilyenekre gondolhatunk. És akkor nagyon sokan ezt felismerve váltak vegetáriánussá vagy vegánná, jómódú országokban 80-as, 90-es évektől kezdve nálunk is volt egy ilyen fordulat. Összességében, tehát hogyha így bioetikailag nézném, akkor azt mondanám, hogy el lehetne képzelni, hogy olyan világot, hogy egyáltalán nem enne senki. Szerintem ez lesz. Tehát én azt gondolnám, hogyha valami a jövőre mondanék, ha nem lesz valami iszonyatos apokalipszis, vagy valami nagy fordulatot nem vesz az emberiség története, hogy ez meg fog szűnni, és úgy fog a jövőben beszélni rólunk valakik, bármelyik generáció, hogy az a szörnyű 21. század, amikor állatokat azért tartottak, hogy megegyék, megöljék őket,
velük semmit. Hát mint ahogy mi a, esetleg a rabszolgatartó közösségekről beszélünk, visszatekintve, ugye, ez soha nem igazságos, mert sokkal komplexebbek voltak ezek a helyzetek, de azért ítéletünket meg lehet. Nota benne felvethető ez a kérdés is, hogy az, hogy kutyákat, macskákat, meg egyéb állatokat tartunk, hogy ez is etikailag egyébként sokak számára megkérdőjelezhető. Igen. Tehát, hogy ne lennének ilyen állatok, akkor ott ülnénk a nagy erkölcsi fölényünkben, hogy nem látnánk állatot gyakorlatilag a környezetünkben. Ugye azt észrevettük, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon erősen erkölcsi, vagy moralizáló irányba ment el a kultúránk, ez a nyugati kultúra. Hogy mindenhol azt nézzük, hogy hogyan lehetünk korrektek, politikailag, erkölcsileg, környezettel szemben. Kicsit olyan is, hogy folyamatosan egy ilyen aszkézis állapotában kezdünk élni, mondják egyesek, hogy talán ez már túl sok is, hogy egyfolytában azt nézzük, hogy mi az, ami még javítani lehet, hogy saját magunkat ugye, bűnösnek tekintjük, hogy meg visszamenőleg a kultúránkat. De ez a fejlődésnek az állóban, nem? Ez így, igen. Vagy a változások. Hogy ennek vannak pozitív és negatív vonatkozása, és az, hogy bejött ez a gondolkodás ezzel kapcsolatban, hogy mit tegyünk, és például állatokat, és milyen formában együnk-e, hogy ez szerintem például a bioetikának is egy hasznos fejlemény, hiszen nagyon sokan így találkoznak bioetikai kérdések. Az biztos, hogyha valaki egy társaságban azt mondja, hogy vegetariánus vagy vegán, akkor utána a beszélgetés ebbe az irányba fog menni, vagy én ezt így tapasztaltam. Nyilván gondolom, hogy ilyesféle indítatása van a filozófiai kávéház mozgalmadnak. Ha lehet, hogy mondhatom ezt mozgalom. Igen. Tehát pont az volt az elképzelés, hogy szerintem az emberek szívesen beszélgetnek mondjuk úgy filozófiai, akár bioetikai kérdésekről, ugye bioetika kávéházat is szervezek, vagy halálkávéházat, az is egy nemzetközi mozgalomként jelenik meg, mint halálkávéház. Az mit akar? Hát ez egyfajta mondjuk filozófiai kávéház, csak kifejezetten ugye a halálról szóló beszélgetések, halállal, életvégi kérdésekkel kapcsolatos. És hogy hát tulajdonképpen, hogy ezeknek nincsenek fórumai a mai világunkban, hogy összejöjjünk. Az egyetemek se alkalmasak igazából erre, tehát ha azok is voltak pár évtizeddel ezelőtt, szerintem a mai egyetem már nem ilyen, ahol csak ott szabadon lehetne a hallgatókkal beszélni. Más jellegű, más hangulatú lett az egyetem. A média vagy a nyilvános beszélgetések leginkább szerintem politikai orientációjúak, és azt veszem észre, hogy sok ember meg szívesen beszélgetne ilyesmikről. Igen. Eutanáziáról beszéljünk. Nem az egyetemen érdekes módon, ott mintha olyan érdektelenség lenne most is egyáltalán a beszélgetés műfaja iránt, de meg lehet találni azokat a fórumokat, szerintem itt, amit ti is csináltok, vagy éppen a filozófiai kávéház erre tesz kísérletet, hogy közösen beszélgessünk, ne előadás formájában, mint amit látunk, amivel szerintem az a baj, az én problémám az, hogy valahogy úgy vagyunk szocializálva, gyerekkorunktól, az iskolától kezdve, hogy van a szakértő, a tanárnéni, aki majd elmondja nekünk, az a feladatunk esetleg, hogyha majd ilyet látunk valahol, végén lehet kérdezni kettőt, de csak arról vonatkozóan, amit mondott az illető akadémikus vagy professzor, akit meghívtak egy beszélgetésre, vagy ilyen kerekasztal beszélgetések vannak, hogy két-három ember mond monológot egymás után, stb. Tehát az én elképzelésem ezzel az volt, illetve hát ez egy nemzetközi mozgalom, amit én átvettem Franciaországból, Párizsból indult, hogy kávéházakban úgy beszélgetünk, hogy mindenki egyenrangú partnerként áll hozzá a témához, ami nyilván nem egy tudományos téma abban az értelemben, hogy a szakértő tud erről érdemben nyilatkozni, hanem hogy beszélgessünk ilyesmikről. Hogy lehet ezt megtalálni? Mit kell beírni? Hova? Uh-huh. Filozófiai kávéház. Van egy ilyen Facebook csoport, hát sajnos most ugye ez nagy Facebook, korábban másként működött, most keresem a post-Facebook időszakot, hogy majd olva lehet majd kitenni ezt, vagy menekülni. Most egyelőre még nincsen más, úgyhogy ott lehet megtalálni az aktuális témákat, meg időpontokat. Akár Zoomon, vagyis online is vannak ezek, mondjuk ebben a járvány időszakban így voltak, de azért majd remélhetőleg ezek rendes kávéházakban fognak zajlani már a közeli jövőben. Hogyha azt nem is vethetjük most, vagy legfeljebb visszatér hozzánk, hogy az életnek mi az értelme, de ebben a műsorban mindenkitől meg szoktuk kérdezni, mert alapvetően az a fő célja ennek a műsornak, ennek a Mindenségi Podcastnek, hogy megpróbáljunk irányt mutatni, lámpást tartani az embereknek, hogy hogyan lehet megtalálni a boldogságot. Egy filozófus számára a boldogság kérdése, az mit jelent, illetőleg hogyan tudnád definiálni? Neked mit jelent?
Igen, ugye itt a kérdés rögtön az, hogy ha filozófiás kérdezel erről, akkor nem meglepő mondani, azt fogja mondani, hogy mi a boldogság, vagy milyen értelemben ugye így szokták megfogalmazni a választ, hogy egyáltalán nem, két dolog nem világos. Az egyik, hogy mit jelenten a boldogság. Hosszú hagyománya van ennek, hogy hogyan lehet ezt egyszerű örömnek, lehetne ez, vagy valami eudaimóniának, ami az egész életünk, a jó életről szólna, mint Arisztotelésznél. De különböző verziói vannak ennek, objektív vagy szubjektív mércék alapján lehetne ezt megítélni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy én boldog vagyok-e, akkor megkérdeztek, és azt mondom, hogy boldog vagyok, vagy nem vagyok boldog, vagy tízes skálán, ugye most már ilyen kutatások vannak, akkor azt mondom, hogy 6-os, vagy 7-es. Vagy éppen kívülről lehet látni, ugye az is egy lehetőség, hogy azt mondom, hogy a másik emberre ránézek, és azt mondom, hogy neki jó élete van. Bár ő ezt tagadja, vagy éppen fordítva, azt mondja, hogy boldog, de azt látom, hogy nem jó egy párkapcsolatban, vagy a munkahelyen vergődik, az kívülről is gyakran lehet látni, és megbízhatóbb lehet a külső ítélet sok esetben, mint a szubjektív, úgymond belső ítélet. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez a kettő valahogy kapcsolódjon egymáshoz, a belső és a külső szempont. A másik pedig, ugye, hogy tulajdonképpen amikor a jó életről és a céljainkról beszélünk, akkor a boldogság az igazi szempont, hogy tényleg boldognak kell lennünk. Ez valahogy elterjedt az utóbbi időben, aztán jött egy fordulat, hogy azt mondják mostanában, hogy talán nem is annyira a boldogságot fetisizáljuk, hanem mert hogy ugye ez egy követelmény is lesz aztán, hogy boldognak is kell lennünk. Ha nem vagyok boldog, de ezt nem mutatom ki folyamatosan, akkor valami baj van velem, de hát kiváló szakemberek várnak odakint, tucatjával, százával, akik ebben segítséget tudnak nyújtani, meg könyvek is vannak, magamnak is segítsek, hogy hogyan legyek boldog, mert ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Igaz? Tehát ilyesmiket gondolhatnánk. Aztán jött egy fordulat, amikor elkezdték sokan azt mondani, pszichológusok filozófiából is táplálkozva, hogy nem is annyira a boldogság, vagy az öröm, a permanens öröm az, ami a cél, hanem az értelem, hogy az életünknek valamiféle értelmet tulajdonítsunk. Ugye itt jött az értelme. Egy fontos szempontként elő. Én erre a kérdésre azt válaszolnám elsősorban, hogyha valami mondjuk úgy egyedibbet, vagy eredetibbet kellene válaszolni. Szerintem óvatosan kell bánnunk ezzel. Nagyon sok minden medikalizálódott, mintha orvosi szempontok kerültek volna elő a jó élet értelmezésében. Tehát ahol korábban láttunk magas és mély, egyszerre irodalmat például, súlyos vallási szempontokat, és persze nyilván filozófiát, ott ma gyakran, mintha orvosi szempontok lennének, tehát hogy ilyen statisztikák, meg ilyesmik, hogy hogyan legyél boldog, meg milyen feltételek fogják a nem tudom mi az egészségedet megóvni. Majd most még esetleg pszichológust vagy pszichoterápiát kérdeznek, de lehet, hogy belgyógyászt fognak majd legközelebb. Nem igazából hiszem, hogy ilyen jellegű kérdések lennének ezek. Amit én mondjuk egy javaslatként felvetnék, hogy egy jó adag filozófiailag reflektált pesszimizmus lenne szerintem egy fontos dolog. Ezt azért is mondom, mert engem ez érdekel, illetve hogy van egy vonal, vannak filozófusok, akik ezt a fajta pesszimizmust javasolnák, mint a jó élet egyik eszközét esetleg. Itt nem azt értjük, amit a pszichológus értene ez alatt, egyfajta ilyen hangulatot, ez a félig üres, félig tele pohárral, hanem mint pesszimizmust, ami egyrészt mint egy izmus is, egy világinterpretáló, világmagyarázó keret, főleg a jövőre vonatkozóan. És mondom is, szerintem az optimista az abban hisz, hogy a dolgok megváltoztathatók, ezért elégedetlen azzal, ami van. Lehet, hogy neki félig tele van a pohár, de azt mondja, hogy miért csak félig van tele, és türelmetlen is, meg kell változtatni a világot. A pesszimizmus, ahogy ez bejön a filozófiában, nagy hagyománya volt, egészen az antik filozófusokig visszamenőleg, a kereszténység is egyébként, és más vallások, buddhizmus például is alapvetően inkább pesszimista, vagy Schopenhauer és más filozófusok. Két filozófust említenék a maiak közül, John Gray nevű angol filozófus, illetve Alain de Botton, aki egy svájci angol filozófus, ebben a filozófiai gyakorlatban, praxisban ismert magyarul is, mind a kettőjüknek jelentek meg könyvek. Ők egyértelműen és nyíltan pesszimistának nevezik magukat, abban az értelemben, hogy ne legyenek a világgal szemben nagy elvárásaink. Az emberekkel, a társadalmakkal. Ezek bonyolult struktúrák,
nem fognak a problémák megoldódni. Ez egy inkább egy szkeptikus, nem feltétlenül konzervatív, hiszen azért fejlődés van, meg változás a világban, csak ne gondoljuk azt, hogy majd körzővel meg tudjuk rajzolni a ideális társadalmat, meg az ideális embert, és hogy ezt gyorsan el tudjuk érni egy bizonyos teória alapján. Inkább legyünk elfogadók az emberi állapottal szemben. A nyomorúsággal, a korlátozottsággal. Még akkor is, hogyha ez esetleg az emberiség létét veszélyezteti? Lássuk a globális felmelegedést. A globális felmelegedés lehet, hogy már egyébként egy ilyen felvilágosodás okozta, optimizmus okozta. Tehát az az optimizmus, hogy a tudomány majd megoldja a kérdéseket, a gazdaság majd gyors ütemben fog növekedni, és az ész valahogy megoldja a problémákat, vagy jobb életet fog számunkra, mindenki számára biztosítani. Ez az eszme vezetett, mondhatnánk, pessimista kiindulópontról, ezekhez a problémákhoz. Tehát, hogyha egy kicsit lassabban haladnánk, kicsit elfogadóbbak lennénk, másik emberrel szemben, aki itt van, saját magammal szemben, elfogadnám, hogy egy főemlős vagyok, aki belekerült egy furcsa helyzetbe, itt van a kamera, meg a megvilágítás, mit várok magamtól, mit várok más emberektől, korlátozott megoldásokat inkább. De azok meg érdekesek, meg izgalmasak, elfogadók tudok lenni így. Ez egy lehetőség, akinek tetszik, az járjon utána, vagy kövesse ezt a pesszimista gondolatot. Nem szégyen egyébként, mondom, ez egy másfajta pesszimizmus, inkább valami olyasmi, hogy nincsenek gyors és nagy reményeink, elvárásaink a világ megváltoztatásával szemben. Köszönjük szépen, hogy ezeket a dolgokat így elmondtad nekünk, hogy itt voltál velünk, és hát remélem, hogy még viszont látjuk egymást egy néhány adás múlva, majd folytatjuk az élet értelmével. Köszönöm szépen, én is nagyon jó beszélgetések kívánok nektek is, és magamnak is majd más fórumokon. Helyes, köszönjük szépen, Gergő, te jössz. Tényleg megtiszteltetés, hogy eljöttél hozzánk, és hogyha szeretnétek Lászlóról és a munkásságáról többet megtudni, én legalábbis úgy találtam meg a keresőben, a Google-ben, hogy Nemes László filozófus, ezt írtam be, és hát rögtön akkor az elején kidob téged. Azt hiszem, hogy megéri. Én az életrajzzal kezdeném, egy egész nyugati pályaudvar fót utazásba, tehát amire végére jutottam a publikációidnak csak. Úgyhogy tényleg van mit olvasni. Köszönjük, hogy megnéztetek és meghallgattatok minket, hogyha tetszik az, amit csinálunk, és bírtok minket, akkor légy, iratkozzatok föl, vagy megoszthatnátok, ez tök jó lenne nekünk, barátaitokkal, szeretteitekkel, és hát akkor legközelebb kb. Egy hét múlva találkozunk, addig is vigyázzunk magunkra és egymásra, és legyünk kedvesek egymással, meg ilyenek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! Sziasztok.